messze keleten, hegyláncokon és folyókon túl áll egy különálló magányos hegycsúcs. A törpök eltökélték, hogy visszaszerzik otthonukat. Szívesen látok vendégeket, mint bármelyik hobbit. De szeretem megismerni őket, mielőtt bedobannak hozzám. Zsákos úr, szolgálatodra. Törpök mindenütt. Mégis meg mit keresnek itt? Ó, igazán vidám társaság. Szóval ez az a hobbit. Arra kértetek, keressek egy 14-et, és én Zsákos urat választottam. Engem? Ne. A hobbitok észrevétlenül tudnak mozogni, ha akarnak, és ez jelentős előnyt ad nekünk. Megragadjuk az alkalmat, hogy visszaszerezzük Erebort! Na csak, Bilbo uram, hová készülsz? Épp most indulok egy kalandra! Peter Jackson. Miss Randir, miért a félszerzet? Miért Zsákos Bilbo? Talán azért, mert félek. És ő bátorságot ön belém. A Gyűrűk Ura trilógia rendezője. Tehát ez a szándékotok, bejutni a hegybe. Miért ne? Egyesek szerint ez nem túl bölcsi dolog. Egy sötét erő újra utat talált a világba. Miért nem játszunk találós kérdésjátékot? És ha veszít, akkor mi lesz? Hát, ha veszít, drágaságom, akkor megesszük. Ha Zákos veszít, megesszük egyben. Nem bánom. A legapróbb kezdetekből. A leghatalmasabb hadsereg helyett is ezeket a törpöket választanám. Hűség, becsület és készséges szív. Ennél többet nem kérhetek. Erednek a legnagyobb legendák. Az otthon már mögötted van, és előtted a világ. A Hobbit. Váratlan utazás. Fogadásokat kötöttek rá, hogy vajon előkerülsz-e végül. A legtöbben ellenetettek. Te mit gondoltál? Hát, drága fiam, én egy percig se kételkedtem benned. Decemberben a mozikban.